Sziasztok! Ismét itt a BST 1924 labdarúgás hírmondója. Egy speciális videóriporttal jelentkezünk most, ugyanis nem egy játékost, hanem egy szurkolót fogok beszédre bírni. Igazából nagyon speciális az eset, de hát majd elmeséli ő, Sajbán Mihály. Valószínűleg ismerhetitek már a Sajbán nevet. Mihály, mesélj egy picit nekünk arról, illetve hát a nézőknek, hogy hogy látod a Budaörs csapatát, nyilván felnőtt csapatát a jelenlegi bajnokságban, ugye már lezajlott három mérkőzés, most fog kezdődni nem sokára a negyedik mérkőzés. Mesélj egy kicsit, mit gondolsz róluk, hogy látod esélyeket? Előzetes esélylapolgatásnál itt több szurkolóval beszélgettünk, és úgy gondoltuk, hogy az első négy mérkőzés az meghatározó lesz. Egyrészt azért, mert úgy gondoljuk, hogy az első négy élcsapattal játszunk, de bele lehet ebbe venni az ötödiket is. Úgy gondoltuk, hogy egy 9-10 pont környékén kellene szerezni, hogy azt mutassuk, hogy ebbe az új MB3-as erősebb mezőnybe ott fogunk tudni lenni a végelszámolásnál az elején valahol, és reális esélyünk lesz az állított cél elérésére. Hát ebből a 9-10 pontból 6 megvan már, ami az első mérkőzés az igazán nem sikerült, talán még nem állt össze a csapat. A második meccs az megint csak nem mérvadó szerintem, mert a megérzésem szerint az egyik leggyengébb csapat volt a Tököl, akit itthon elég fölényesen meg tudtunk verni. Dorogon én nem voltam, de szerintem ott egy bravúr győzelmet arattunk, ugye itt voltak olyan szakértők, akik eleve elásták a csapatunkat, és azt mondták, hogy az tuti egyes mérkőzés. Hát szerencsére nem sikerült, rácáfoltunk. Most olvasgattam az interneten egy-két ilyen MB3-mal foglalkozó portált, ott is 3-1-es vendéggyőzelmet tippeltek a mai mérkőzésre. Én azt mondom, hogy körülbelül nem ugyanaz a szakértő, most egy másik szakértő. Én azt mondom, hogy elképzelhető a 3-1, de inkább nekünk, mint oda. És ha ez a mérkőzés sikerül, akkor azt mondom, hogy tényleg ott lehetünk a végelszámolásnál. Hát igen, akkor ugye ez akkor már 9 pont lesz, úgyhogy a te számításodhoz már sokkal-sokkal közelebb kerülünk. Szerintem is megvan az esélye a mai meccsnek, akár egy 3-1-re, igen, hazai győzelemmel. Akkor most legyen a személyes része ugye az interjúnak, vagy hát ennek a kis beszélgetésnek, hogy te azért szorosabban fűződsz, kötődsz a Budaörs felnőtt csapatához. Hogy is van ez? Hát nem olyan rég kötődöm igazán a felnőtt csapathoz, a Budaörsi sportklubhoz kicsit régebb óta. Két fiam is itt futballozik, már 3-3,5 éve, nem egyszerre jöttek ide, és most a télen kerültek fel a Bekő Balázsnál a felnőtt keretbe, és elég sokat játszott is az egyik gyerek, a másik sajnos mindjárt az első mérkőzésen megsérült, és elég komoly sérülése volt, nem sikerült az utolsó egy-két meccsre, jött rendbe. Most egy kicsit hátrébb szorultak, úgy érzem, mert elég sokan jöttek pont arra a posztra, ahol ők játszanak. Nyilván egy rutinos bárányossal még 17 évesen nem tudják felvenni a versenyt, viszont abból a szempontból nagyon jó, hogy sokat tanulhatnak, rutint szerezhetnek, nagyon jók az edzések, gyakorlatilag NB1-be se edzenek többet, nem intenzívebben, úgyhogy fejlődhetnek, gyakorolhatnak, és
egyelőre kopogtatnak, de remélem, hogy nem sokára dörömbölnek az első csapat kapuján vagy ajtaján, és sikerül bekerülni. Hát a távolabbi célok nyilván az, hogy ha az előbb említett célt eléri a Budaörs, akkor még egyel feljebb lépni, és ott gyerekeknek, akármelyiknek is meghatározó játékossá válni egy-két éven belül. Hát ahogy én láttam a meccseken, főleg ugye edzőmeccseken játszottak ők többet, nagyon ügyesen rúgták a labdát, illetve hát a gólokat is. Miklós ugye most a 21-ben a hétvégén rúgott egy gólt a BKV előre csapat ellen, úgyhogy szerintem megvan az esélye mind a két srácnak, hogy feljebb kerüljön. Hát és reméljük, hogy a Budaörssel is így lesz, és ez a három pont ez a mai napon meg lesz, úgyhogy készülődnek a fiúk a meccsre. Én azt mondom, hogy hajrá Budaörs! Pontosan, hajrá Budaörs! Sziasztok! Köszönöm, szervusztok!